Köszöntöm kedves nézőinket! Hetente jelentkezünk hírösszefoglalónkkal, melyben beszámolunk a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Hírösszefoglalónkhoz jó szórakozást kívánok! Szent Istvánra és az államalapításra emlékeztek Pomázon. A pomázi Szent István napi búcsú keretein belül tartották 2024-ben is az augusztus 20-i városi ünnepséget a plébánia kertben. Ökumenikus kenyéráldással kezdődött az ünnepség. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, Milisavics Ljubó parókus és Nyilas Zoltán esperes áldotta meg az új kenyeret, melyet Leidinger István polgármester vett át. Bíró Sándor nyugalmazott rendőrezredes, a Matasz Pest vármegyei elnöke mondott ünnepi beszédet. Fehér Nóra, a Kormorán együttes énekesnője és Ágoston Máté, a Magyar Állami Operaház énekkari művésze, többek között az István a király rockoperából és a Honfoglalás című filmből adott elő dalokat. Az négy is sose fér, ki a szívek melegét, összegyűjti két karjába, mit nem téphet senki szét. Választom ki a múltat, magában oldja fel. Őrző, ki érzi a hajnalt, tudja, ébredni kell. Ha félsz, gyere, bújj mellé, szíved, szíved. A hagyományokhoz híven ebben az évben is az ünnepségen adták át a közszolgálati és a pomász közművelődéséért díjakat. A közszolgálati díjat Bíró Sándor nyugalmazott rendőrezredes és Molnár Attilának, a pomázi önkéntes tűzoltóság parancsnokának adták át. Pomász közművelődéséért díjat Nyári Darinka, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, és Vargáné Sellei Mária, a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vehette át. Hagyományőrző Batyú Svábbá volt Pomázon. Sok-sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai nap alkalmával. Immár 5. alkalommal rendezzük meg a augusztus 20-ai Szent István napi előzetes esti sváb batyus búcsúbált. Ez a mi önkormányzatunk szervező. Úgyhogy mindenkit sok-sok szeretettel köszöntök, és kívánom, hogy érezzétek jól magatokat ezen a rendezvényen. Mi nagy szeretettel szerveztük nektek, bízom benne, hogy jól fog sikerülni. Szeretném átadni a szót a alpolgármester úrnak egy pár szó erejéig. Köszönöm szépen, érezzétek jól magatokat! Köszönöm szépen, amit Marci mondott, hogy bizonyára jól fog sikerülni, azt arra én egy nagy összegű fogadást mernék tenni, hogy igen, jól fog sikerülni, de nem azért mondom ezt, mert hogy olyan hazárdírozó vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy ezek a bálok, ezek mindig jól sikerülnek, én magam is mindig nagy szeretettel és örömmel jövök, és köszönöm a meghívást, a képviselőtestület és a képviselőtársaim a polgármester úr nevében is. Az igazság, hát miért is érzem jól magam? Azért, mert egy kitűnő zenekar van, kitűnő táncosok mutatják meg nekünk profi módon azt, hogy miképpen is kell járni azt a sváb táncot. És hát bár nekem a Jóisten két falábat adott, most mit tagadjam, ez a helyzet, de azért ilyenkor az én vérem is mindig bezseg, és hát jól érzem magam, és tudom, hogy a jelenlévők is jól fogják magukat érezni. Erre minden feltétel adott, Marcival még a napokban beszélgettünk a piacon, hogy vajon az időjárás milyen lesz, be kell-e mennünk a zenekastélynak a termébe, hát nem.
érezzük magunkat nagyon jól, élvezzük a zenét, az időjárást, egymás társaságát, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm, és mindenkit még egyszer is nyitom meg ezt a svábbát. Köszönöm szépen! Kívánom nektek ma este jó érzetek magad, de nem csak ez, mert hanem érzünk jó magunk, mert vagyunk itt emberek, ki szeretünk egymást. A búcsú nem csak ott a templomban van, hanem itt is, mert találkozunk és beszélünk. És ez nekem nagyon-nagyon szép. Tudom, mert nagyon várjátok táncolni. Befejezem. Szép este mindenkinek. Köszönöm szépen. Pomázi búcsú 2024. Volt szentmise, körmenet, városi ünnepség, egésznapos kulturális és közösségépítő programok. Beszámolóinkat megtekinthetik YouTube csatornánkon. Tüdőszűrés Pomázon. Augusztus 26-tól szeptember 6-ig tüdőszűrés lesz a PMHK-ban minden nap 8 és 18 óra között. Álláspályázatok a Pomázi Polgármesteri Hivatalnál. Közterületfelügyelőt és városfejlesztési és városüzemeltetési ügyintézőt keres a Pomázi Polgármesteri Hivatal. Óvodapedagógusokat keresnek a pomázi óvodák. Ismét mulcs akció, praktikusan a szárazság ellen. A mulcsozás a növényi aprítékkal történő talajtakarás. Alkalmazása többszörösen hasznos, csökkenti a talaj pároloktatását, megfelelő mikroklímát teremt a növényeknek, lebomlása, korhadása serkenti a talajéletet, pótolja a tápanyagokat, gyomfolytó hatása van. A tűzoltóság által levágott veszélyes fák és a vezetékeket megközelítő ágakat ledarálják, majd az önkormányzat által jelölt helyre leöntik a darálékot, melyből bárki térítésmentesen vihet használatra. Ha önnek is szüksége van mulcsra, hívja a feliratban látható telefonszámot. Ingyenessé vált a házi segítségnyújtás Pomázon. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Szociális Szolgáltatási Központ által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ingyenessé vált. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a Szociális Szolgáltatási Központ fenntart egy a nap 24 órájában működő ügyeleti rendszert. Szakképzett gondozók jelzés esetén kimennek az idős ember lakhelyére, azonnal szakszerű segítséget nyújtanak, szükség esetén mentőt vagy orvost is hívnak. Ezen kívül értesítik a megadott hozzátartozókat is természetesen. Köszönjük kedves nézőink figyelmét! E heti adásunkban is igyekeztünk beszámolni a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Magam és a stábunk nevében kellemes hetet kívánok minden kedves pomázinak. Viszontlátásra!